Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, mielőtt az első hivatalos mondat elhangzana, mindenek előtt hálásan köszönjük a türelmüket, túlozom, hogy elfogadták a meghívásunkat, és egyben köszönjük előre is az együttműködésüket, mert most arra szeretném invitálni önöket, hogy azokat az árnyékos megfigyelőpontokat elhagyva legyenek kedvesek ide a pódium elé fáradni, mindegy körbevéve a sajtó megjelent munkatársait, akit hivatalosan is köszöntök mindjárt, de nagyon fontos szerepük van az információk eljutatásában, hogy is kérhetném ezt még másképp. Tudják, ez egy projekt, amire van dokumentációja, és hogy a képek jól sikerüljenek, önöknek rajta kellene lenni, úgyhogy nagyon szépen kérjük önöket, hogy foglalják el az önöket megillető helyet a színpad előterébe, belértve azokat is, akik egyelőre még a fa árnyékából szeretnék végigkövetni. Nagyon köszönjük külön természetesen a mesterszállásiaknak is, hogy fontosnak tartották ezt a mai napot és ezt a közös ünnepet, és köszönjük szépen, nem tudom, a sajtómunkatársainak így megfelelő-e, hogy ilyen félkörben. Köszönjük szépen, és várjuk önöket ide a pódium elé, még egy kicsit közelebb, már csak azért is, mert az az útszakasz egyelőre nincsen lezárva, tehát az forgalom alatt van. Köszönjük az együttműködésüket, és köszönjük szépen Sóki Ferenc művész úrnak a szolgálatát is, hogyha önöktől kérhetek még valamit, akkor egy tapsal tegyük ezt teljessé, aki, mint azt már említettem, Alföldi és Kuruc dallamokat játszott nekünk, ezen a csodálatos hungarikummá minősített magyar hangszeren, a tárogatón. Szeretettel és megbecsüléssel köszöntjük kedves minnyájukat a Magyar Falu Program Jász-Nagykun-Szolnok megyében elnevezésű projekt ünnepélyes átadó sajtóeseményén, hiszen ezen program keretén belül közel bruttó 251 millió forint hazai forrás felhasználásával befejeződött a 46-161-es jelű mesterszállás bekötőút közel 2 kilométeres szakaszának felújítása. És köszönjük azt is, hogy elfogadta a térség országgyűlési képviselője, egyben a mai rendezvény házigazdája a meghívásunkat. Tisztelettel kérjük Boldog István urat a pódiumra. Kérjük, hogy csatlakozzon a képviseletében a színpadra, a következőkben majd a másik házigazdánk, mert hogy kettő van természetesen, Kis Gábor úr, mesterszállásnak a polgármestere, és köszöntjük általa a térség jelenlévő polgármestereit, illetve hát természetesen a településnek a jelenlévő képviselőit. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormány megbízott személyes képviseletében, egyben a megyei kormányhivatal képviseletében van jelen dr. Rácz Péter járási hivatalvezető. Köszönjük szépen az ő jelenlétét is, és szeretettel várjuk a színpadra a beruházó képviseletében Kovács Péter urat, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Jász-Nagykun-Szolnok megyei igazgatóját, és nem véletlen az, hogy kiemelten az ő nevükben szoktuk önöket köszönteni az ilyen rendezvényeken. És köszöntjük most általa és ezen mondaton keresztül mindazokat, akik a beruházásban részt vettek, hiszen a magyar közül több munkatársa is jelen van a rendezvényen. Tisztelettel köszöntjük a kivitelező Svitelszki Magyarország Kft. Képviseletében Karakas József területi főmérnök urat, egyben szintén kérjük a pódiumra. Márki Károly rendőr alezredes úrnak is jár a köszönet, aki a mezőtúri rendőrkapitány Bajári Attila rendőrezredes képviseletében van jelen, és köszönjük szépen a rendőrség munkáját a helyszínbiztosítás miatt is, hiszen az ilyen jellegű ünnepélyes sajtó átadó ceremóniák mindig megkívánják az ilyen szintű odafigyelést és a balesetmentes odafigyelést a rendőrség részéről. Köszönjük az együttműködésüket, és még egyszer hálás köszönet a sajtó minden jelenlévő munkatársainak, hiszen ők azok, akik megsokszorozzák a most elhangzó információk erejét. Egy összefoglaló tapsot kérek a pódiumon állóknak, hogyha lehetséges, akik nem sokára szót is kapnak természetesen. Egyébként, hogy én is bemutatkozzak a kivitelező Svitelszki Magyarország Kft. Megbízásából a rendezvényt szervező Szféra Tisza Kft. Képviseletében Tarci Gyulát hallják. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nyilván mindenki megjárta ezt az utat, hogyha a rendezvényre távolabbról érkezett, tehát pontosan tudjuk azt, hogy mind mentek keresztül, most és korábban is, és ugye láthatóan nincs rajta híd, de mégis azt mondom, hogy közvetetten vagy átvitt értelemben egy híd felújítása történt meg. Mondhatom ezt azért, mert a településnek a polgármestere a község honlapján a köszöntőjében azt fogalmazza meg, hogy a nyugalom és a békesség szigetére érkezik az, aki mesterszállást választja, a szigetre pedig híd vezet. Én azt hiszem, hogy ő az egyik ember,
a sok száz körül, aki nagyon örül annak, hogy ez a híd most megújult. Várjuk szeretettel a mikrofon mögé elsőként Mesterszállás község polgármesterét, Kis Gábor urat egy köszöntőre. Tisztelt képviselő úr, tisztelt kirendeltségvezető úr, tisztelt igazgató úr. Mesterszállás község önkormányzata nevében és az itt élők nevében nagy tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a szép verőfényes napon, itt az átadó ünnepségünkön. Igazi ünnep és több évtizedes álmunk vált valóra ennek az útnak a felújításával. Engedjék meg, hogy egy furcsa képletes hasonlattal éljek. Mindannyian átéltünk egy élményt, mégsem emlékszünk rá. Ez az élmény pedig az anyamében történő tartózkodásunk, amikor ott fejlődtünk. Most az anyamében élő magzatot az anyával a köldögzsinór köti össze. A gyermek ezen a köldögzsinóron keresztül kap minden ellátást, minden energiát. Tisztelt hölgyeim és uraim, kis zsáktelepülésünk részére ez a bekötő út, ami köldögzsinórunk, hiszen minden energia, minden ellátás oda-vissza ezen az úton jut el hozzánk. Ezen az úton jön az orvos, jön a mentő, jön a postás, ezen az úton jön, hozzák be a boltokban a teljes ellátást, amely biztosítja az itt élők életét, létezését. Tehát nem mindegy, hogy milyen minőségű úton érkeznek ide az ide látogatók. Egyébként még azt is el kell mondanunk, hogy a 3500 hektáron gazdálkodó gazdák is ezen az úton szállítják ide az összes vetőmagot, kemikáliát, műtrágyát, amely az ő termelésükhöz szükséges, és ezen az úton távozik az a több ezer tonna megtermelt termék, amely bekerül az ország vérkeringésébe, és aztán majd feldolgozva fog ide kerülni. De még azt is el szeretném mondani, hogy a konyhánk is működik, oda is ezen az úton keresztül történik az élelmiszer beszállítása, és ezen az úton szállítjuk a készételt a közeli településre, Mezőhékre. Tehát nem mindegy, hogy milyen úton járunk, most már én úgy gondolom, hogy nagyon meg lehetünk elégedve az útnak a minőségével. És érdekes az, mikor itt a felújított úton jöttem és mentem, hogy visszaemlékezve a régi rossz útnak a minőségére, a sima úton járva szinte leképződött az agyamba, leképződtek azok a kátyúk, amelyek ott vannak valahol a jó minőségi útfelület alatt. Azt is el kell, hogy mondjam önöknek, hogy úgy látom, hogy a következő 20-30 évben itt már nem kell nekem megágyozni kátyúba, mert egy nagyon jó minőségi utat kaptunk. Tisztelt hölgyeim és uraim, nem más marad nekem hát a tisztemül, mint hogy megköszönjem Magyarország kormányának azt a forrást, amely biztosított ennek a igen-igen rossz állapotú útnak a felújítását. Megköszönöm képviselő úrnak, Boldog Istvánnak a közbejárását, hiszen ő nagyon hosszú időn keresztül egyeztetett ennek az útnak a felújításában. Köszönöm a Magyar Közút Nonprofit Kft.-nek és a megyei igazgatóságnak a szakszerű irányítást, és természetesen köszönöm a Svitelszki Magyarország kivitelezőinek is a szakszerű munkát, és mindenkinek köszönöm, aki ennek az útnak a felújításához hozzájárult. Nagyon jó egészséget, erőt kívánok önöknek, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönjük szépen, tisztelt polgármester, viszont kívánjuk önnek is és a mesterszállásiaknak, és egyébként ugye Kis Gábor utalt arra, hogy nem igazán emlékezhetünk arra, hogy mi történt velünk az anyamében, de higgyel, kedves polgármester, a tapasztalat az, hogy a mesterszállásiak és az idérkezők egy jó hónap vagy néhány hét múlva arra sem fognak emlékezni, hogy igazából milyen volt rossz úton közlekedni, mert a jót azt sokkal könnyebb megszokni. Ennek most a település lakói számára is eljött az ideje. Ide érkeztem benn, mert hogy
a Magyar Közút Nonprofit ZRT természetesen nem csak ehelyütt dolgozik, hanem a megyében is számos ponton, mindazt nem sokára hallani fogják. Az egyik felújítás alatt lévő szakaszon a következő kiírás fogadott: apukám közutas, biztonsága a kezében van, vagy a te kezedben van. És ez egy nagyon fontos jelzés a tekintetben, hogy vigyázzunk rájuk, mert hogy egyébként mindenkinek az apukája meg az ő kezükben van, hiszen ilyen szépen felújított sima utakon mindenkinek az apukája biztonságban vagy biztonságosabban közlekedhet. Köszönet ezért a beruházónak, a Magyar Közút Nonprofit ZRT-nek, melynek Jász-Nagykun Szolnok megyei új igazgatóját, Kovács Pétert szólítjuk a mikrofon elé a fejlesztés részleteinek ismertetéséért. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Ma már alapvető elvárás, hogy minden település jól és biztonságosan megközelíthető legyen. Ez fontos az emberek életminősége, és fontos a település versenyképessége szempontjából is. Tudom, sok még a tennivalónk, de higgyék el, kollégáimmal minden nap azon dolgozunk, hogy minél kulturáltabb körülmények között juthassanak el úti céljukhoz. Talán mindenki számára ismert, hogy nagy erőkkel zajlik nem csak az országban, hanem megyénkben is a hazai, illetve az uniós forrásból megvalósuló úthálózatfejlesztés. Ehhez kapcsolódóan a források rendelkezésre állása, valamint az előkészítések sikeres kimenetele esetén mi is az idei évben közel bruttó 6,7 milliárd forint értékű felújítási, javítási munkát tervezünk elvégezni a megye 1330 km hosszúságú úthálózatán. A közel bruttó 6,7 milliárd forintból 2 milliárd forint komplex útfelújítási program keretében, míg 4,7 milliárd forint magyar falu program keretében áll majd várhatóan rendelkezésünkre. Most pedig engedjék meg, hogy az átadásra kerülő útszakasz adatait ismertessem. A magyar falu program keretében bruttó 251 millió forint hazai forrásból a 46-161-es jelű mesterszállás bekötőút közel 1,9 kilométeres szakaszának a felújítása valósulhatott meg. A felújítás során a Magyar Közút Nonprofit ZRT az említett útszakaszon a burkolatmarást követően új kötő és kopóréteget építetett be. Belterületen stabilizált, míg külterületen földpatka került kialakításra a kivitelező Switelski Magyarország Kft. Által. A közlekedés biztonság javítása érdekében új tartós burkolatjelek felfestése történt meg, valamint új kresztáblák lettek kihelyezve, továbbá 124 méter hosszan szalagkorlát cseréje valósult meg. A közösségi közlekedés használók számára odder a buszmagálló került felújításra, buszöböl és peron tekintetében. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem a most átadásra kerülő beruházásban résztvevő közutas kollégáknak és kivitelezőknek, hogy munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ma áthatattuk ezt a felújított közlekedési létesítményt. A felújított útszakasz használatához balesetmentes közlekedést kívánok. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönjük szépen tisztelt igazgatóra, akinek e helyről is, mint ahogy azt tettük Szolnokon múlt héten a megyeszékhelyen, mondjuk úgy szezonnyitó útátadási ceremónia felvezető eseményen. Jó egészséget és sikereket kívánunk, hiszen nem is olyan túlzottan régen foglalta el ezt az új pozícióját, és bízunk abban, hogy sok ilyen alkalom lesz, amikor közösen ünnepelhetünk még a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Magyar Nemzeti Ügyek Kormánya jóvoltából, mert ahogy az már több ízben is elhangzott, hazai forrásból valósult meg ez a beruházás. Ha még emlékeznek rá, polgármester úrnak volt egy óvatos félmondata, hogy szinte minden kátyút ismert ezen múlt időben, ezen az útszakaszon, és hogy olyan vezérszónok következik, aki egy egész országgyűlési térségben ismer majdnem minden kátyút személyesen. Némelyiknél ez az ismeretség egész fizikai kontaktusig is fajult, mint arra a régi képekből önök emlékezhetnek. De szerencsére egyre kevesebb a kátyú, mert egyre több a beruházás, és mondhatom azt, hogy ez egy igazán hagyományos útavató ceremónia ebben az országgyűlési térségben, melynek a már megköszöntött képviselőjét, Boldog István urat várjuk a pódium elé az ünnepi beszédre.
Tisztelt polgármester asszony, tisztelt polgármester urak, igazgató urak, járáshivatal vezető úr, hölgyeim és uraim, kedves mesterszállásiak! A győztesek sohasem adják fel. Akik feladják, azok sohasem lehetnek győztesek. Nyírő József szavai ezek, és azt kell mondjam, hogy nagyon jól jellemzik ezt a mai napot. Ezt a gyönyörű napot, amikor már az elmúlt hetekben medárdkor esett, és esett nálunk is az eső hetekig, de most még a nap is kisütött ránk, hiszen én csak 10 évet küzdöttem ezért az útért. A mesterszállásiak nyilvánvalóan sokkal többet, hiszen nem 10 évvel ezelőtt romlott ez az út el, csak az elmúlt 10 évben egyre rosszabb lett ez az út. És ha belegondolunk, hogy ha azokat az érveket nézzük, amiket úgy néznek általában egy útfelújítás tervezésekor, akkor ennek az útnak bizony a felújítására kevés esély volt. Ha belegondolnak, az első a forgalom. Ha összehasonlítjuk ezt az utat egy másik, mondjuk két várost összekötő úttal, rögtön azt mondhatjuk, hogy bizony mesterszállás, de mondhatnám Kétpót vagy bármelyik kistelepülést, azonnal hátrányba került. Aztán, ha nézzük a politikát, azt mondjuk, hogy hát igen, Kétpó, mesterszállás, Kuncsorba, 3 darab, 6-700 lakosú település, 500 választópolgár, Mezőtúr, Tiszaföldvár, 10 000 lakosú települések, sok-sok, több mint 10 000 lakosú választópolgár. Nyilvánvaló, hogy ha ezeket a szempontokat nézzük, akkor ennek az útnak nem sok esélye volt. És én azt gondolom, hogy ennek az útnak mégis azért volt nagy esélye, mert a nemzetügyek kormánya az érezte azt, hogy a magyar jövő az a magyar falvakban van. És én személy szerint is örülök annak, hogy ez az út nem csak hogy megújult, de ez az út egy csomó fejlesztést tud idehozni. Hiszen ez az út a Magyar Falu Programból újult meg, amely Magyar Falu Programból éppen az út mellett készítik most az óvodakerítést. Majd jönnek az óvodai játékok. És hát polgármester urán már beszéltünk, hogy adják be az új és új pályázatokat a Magyar Falu Programba. És én biztos vagyok benne, hogy ez is újabb eredményes pályázatokat hoz, és újabb fejlődést. Én gratulálok a mesterszállásiaknak, és köszönöm a kitartásokat. Kitartást, amivel polgármester urat is, engem is, és mindenkit, aki ezért tehetett, általában biztatták, hogy de hát mi itt haza szeretnénk jönni. Mi itt lakunk, nem akarunk innen elmenni, és nekünk is jár az, hogy az adónkért jó úton közlekedhessünk biztonsággal. És bizony én is ismertem már az összes kátyút, mert ha máskor nem, legalább a fogadóórákon jöttem ezen az úton be. Mindig fordultam igazgató úrhoz, hogy de hát javítani, legalább kátyúzzák ki az utat, legalább tegyék olyanná, hogy közlekedni lehessen. De ez az út már olyan állapotban volt, hogy ma bekátyúzták, holnapra tönkrement. Most viszont annak örülök, hogy ez az út úgy készült el, hogy bízom benne, hogy a következő 10 esztendőben erre nem lesz panasza a mesterszállásiaknak. És nem lesz panasza azoknak, akik ide jönnek. Én remélem, hogy ez az út, ez komoly fejlődést is hozhat a településnek. Mint ahogy szüksége van a fejlődésre a magyar falvaknak. Tudják, a falvak nélkül, meg a vidéki kisvárosok nélkül nem lesz magyar jövő. Ahhoz, hogy magyar jövő legyen, és 1000 esztendő múlva is magyar szótól legyen hangos a Kárpát-medence, ahhoz meg kell maradjon mesterszállás. Meg kell maradjon Kétpó, Tisza, Inoka, Mezőhék és az összes többi magyar falu. Ahhoz, hogy megmaradhasson, ahhoz meg kell tegyünk mindent, hogy olyan szolgáltatások legyenek, ami miatt a fiatalok itt maradnak. És ebben az egyik az út. Mert hogyha itt van óvoda, ha itt van orvosi ellátás, van nagyon jó levegő, ami ugye városon nincs, van jó közbiztonság, akkor arra van szükség, hogy itt maradjon egy fiatal, hogy legyen egy olyan út, amin el tud menni esetlegesen a városba bevásárolni, dolgozni, amit éppen el kell intézzen, ügyet el tudja intézni. Azt gondolom, hogy a mai digitális világban az ügyek intézését, az ügyek egy részének intézését már el tudják végezni helyből is. De közlekedni mindig kell. Ide kell érkezzen az élelem, ahogy mondta a polgármester, és innen el kell vigyék az élelmet egyébként a városokba, amit itt termelnek meg a helyi gazdák.
Úgyhogy én nagyon köszönöm a mesterszállásoknak a kitartását, köszönöm a biztatását, azt is, ha szép szóval biztattak, és azt is, ha kicsit keményebben biztattak. Hiszen mindez ösztönző, mindez fontos azért, hogy meg tudtuk ezt tenni. És én azt gondolom, hogy ennek az útnak a felújításában nagy szerepet játszott az is, hogy mi vidékiek, falusiak összetartunk. Én, aki hasonló, sőt, méretében is ugyanekkor a településről származom, ott élek, tudom azt, hogy mit jelent egy falun élni. Tudom azt, hogy mit jelent egy ilyen úton közlekedni. És higgyék el, hogy bár hozzánk most sokkal rosszabb út vezet, de nagyon boldoggá tesz, hogy ezt sikerült elérnünk. Ez egy nagyon nagy harc volt. Köszönöm a kitartásukat, köszönöm polgármester úrnak a kitartását, és köszönöm természetesen a kivitelezőnek és a Magyar Közútnak, hogy mindent elkövettek, hogy ezentúl önök, akár én is, meg mindenki, aki ide jön, biztonságosan közlekedhessen. Egyet ne felejtsünk el. Most már nem a kátyú lesz a veszély. Az lesz a veszély, hogy túl jó az út, és hajtani szeretnénk rajta. Hát figyeljünk oda egymásra, figyeljünk egymás biztonságára, és persze a saját magunkéra is. Én azt kívánom a mesterszállásiaknak, hogy ezer esztendő múlva is ilyen szép ünnepségeken csodálatos dolgokat adhassanak át itt a mesterszállásiak, és majd azok, akik akkor élnek, azok a magyar emberek, azok a mesterszállásiak elmondhassák, hogy akik ma éltek, azok mindent elkövettek azért, hogy az ezer esztendő múlva utánunk következő generáció is a lehető legjobb körülmények között magyarként élhesse meg az életét. Köszönöm mindenkinek a támogatást, köszönöm azt, hogy mindent elkövettek ezért az útért, és arra kérem a mesterszállásiakat, hogy most már más projektekben, ugyanígy, ahogy eddig, biztassanak, néha szelíden, néha kicsit keményebben, de legyenek azon, hogy az összes olyan terv, amit ők szeretnének, megvalósuljon ezen a településen. Még egyszer gratulálok, jó kezdekedést, jó egészséget kívánok önöknek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, tisztelt képviselő, és azért tegyük hozzá, hogy ez döntően az elmúlt időszak küzdelmeinek a felidézését is tartalmazó ünnepi beszéd volt, de talán annyit elárulhatok mindenféle tények és adatok említése nélkül, hogy véletlenül fültanúja voltam, amikor megérkezett a polgármesteri hivatalba, és hihetetlen lelkesen és vehemenciával beszélt a közeljövő terveiről, ami ezt a tágabb térséget érinti, úgyhogy egész biztosak lehetünk abban, hogy hasonló ceremóniák keretében találkozunk még a közeli jövőben. És hogy milyen minőségben készült el ez az út, hát mesterszálláson nyilván nem volt más esélye a kivitelezőnek, mint mestermunkát végezni, de hogy ennek legyen verbális pecsétje is, tisztelettel kérem Karakas József területi főmérnök urat, a kivitelező Szivitelszki Magyarország Kft. Részéről, hogy jelentse készre a fejlesztést Kovács Péter igazgató úrnak. Az elkészült létesítményt a mai nappal igazgatónak készhelyentem. Köszönjük szépen, az elkészült létesítményt mai nappal üzemeltetés fenntartásra átvesszük. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Még egy tapsra mindenképpen számítunk. Annak a helye viszont már az ünnepélyes szalagátvágást követi majd. Szeretettel kérem, hogy a pódiumon állók legyenek kedvesek képviselő úr és polgármester úr vezetésével a Nemzeti Szín szalag mögé fáradni az ünnepélyes átvágáshoz.